Szószátyár Műsorvezető Szűcs Balázs Köszönöm a kedves hallgatókat, önök a Dunakanyar FM 94.1-en, Szószátyár című műsorunkat hallják. Mai vendégem Bébi Gabi, jó magam Szűcs Balázs vagyok, szervusz Gabi. Sziasztok, szia! Hát öröm veled beszélgetni, annál is inkább, mert azt hiszem, te már harmadszor vagy a mi műsorunkban, bár akkor még egy másik rádióadón szóltunk, Igen. de a műsor ugyanez volt. Köszönöm, hogy elfogadtad ma is a meghívást. Én köszönöm. Nagyon jó kis beszélgetéseink voltak, úgyhogy szívesen jöttem. Egy picikét tekintsük át a te múltadat, bár én mindent tudok rólad, de hát, hát ha van még olyan hallgató ebben az országban, aki azért a kezdetekről nem tud mindent. Te egy vidéki lánynak születtél, nem is olyan túl régen. Öhm, nagyon kedves vagy, öh, igen, tény is való, hogy öh, nem olyan régen, de hogyha azt veszük, hogy mindenki azt, azt hiszi, hogy a Baby Sisters nevű lánycsapat az, öh, az mostanában volt, öh, és hogy milyen új dalok, és hogy mekkora sláger volt, hát most már ennek 20 éve. Tehát 96-ban alakultunk, úgyhogy az, hogy öh, nem, nem, olyan régen születtem, az hát Elmúltam annyira... 30. Elmúltam 30, igen, és öh, jövőre 40. <laughs> az egy szép kerekszám. Abszolút, de nem érzem magam annyinak, és szerintem mindenki annyi, amennyinek érzi magát. Én úgy érzem, hogy nem, hogy most ez csúnya szó, öregednék, hanem én inkább fiatalodom, pláne most. Picit ugorjunk vissza a múltba szerkesztőm természetesen azért készített egy összeállításról, és itt megdöbbenve dolg, olvastam, hogy a te első zenekarod egy Titán nevű martonvásári rockbanda volt. Így van, így van, azért vidéken annak idején, meg hát azért most is legyünk őszinték, azért, 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 azért ilyen kis, ö, ö, fa, akkor még falu volt ugye ugyebár, martonvásár, Ö, jó, hogyha a környéken volt egy darab ö, helyi rockzenekar, és akkor mi játszottunk mindenhol, mármint az ilyen falunapokon, meg stb. Igen, ott kezdtem, mint vokálos és énekes. Ö, én nagyon szerettem. Az, ö, az a zenekar nagyon megalapozta a jövőmet abból a szempontból, hogy amikor én Pestre kerültem, akkor ö, és elkezdtem komolyabban foglalkozni az énekléssel, akkor nem okozott problémát már az, hogy élőzenek arra kell énekelni, és esetleg a színpadon semmit nem hallasz magadból, mert annak idején azért, nem, legyünk őszinték, nem volt mindenkinek, nem adathatott, adathatott meg az, hogy kontrollálda legyen, hogy hallja saját magát, pont szembe, tehát. Volt kettő darab hangfal, és akkor az szólt, és akkor mindenki hallott, amit hallott, úgyhogy ö, ö, szépen megalapozta azt, hogy tök mindegy, mi történik a színpadon, csak énekelek, csak énekelek, csak énekelek. Mondjuk ezeket könnyen megy, mert hogy tudsz énekelni. Köszönöm. Sok más előadóval ellentétben. Mi lett a régi banda tagjaival? Tudsz róluk valamit? Képzeld el, hogy nagyon értő persze, hogy tudok, a legtöbbről tudok, valakivel azóta sem találkoztam, és hogy milyen furcsa az élet, hogy, hogy erre, tehát soha nem kérdeztek rá, hogy mi lett a Titán nevű rockzenekarra. Képzeld el, hogy októberben, ha minden igaz, és hogyha összejön minden, eddig úgy néz ki, hogy 90 újra összeállunk, és egy, egy nap egy koncert erejéig megmutatjuk, hogy milyenek voltunk mi régen, és vásárol, milyen... úr, ezt remélem. marton vásáron, hogy ne, remélem, hogy eljössz, úgyhogy, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, és nagyon várom, mert tényleg nem találkoztam nagyon sok mindenkivel azóta, hogy, hogy szétment a csapat. Valaki azóta ízen él, és nem is rosszul, valaki egyáltalán nem, úgyhogy nagyon izgalmas lesz, és nagyon-nagyon várom. -nagyon Ö többször több helyen hangsúlyoztad a Marton Vásári kötődésed származásodat, ami én nyilván tudtam, de nagyon érdekes volt, hogy nekem a fiam az Marton lakik, és, és, oda is járt iskolába, ugyanabban az iskolába te. És én egyszer ben voltam az iskolában, és ott beszélgettem az igazgatóról, és akkor valahogy szóba került a zene, meg egyéb dolgok, és mondta, hogy képzelj el, apuka. Tudja, ki ért ide iskolába? A Baby Gabi. De aranyos. hát ő nem tudta, hogy mi ismerjük egymást. Tehát gyakorlatilag téged ott azért egyfajta hírességként kezelnek, vagy tartanak nyilván. Ez, ez nyilván azért jársz haza ma is, ez, 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 azért megcsap az utcán is, hogy fölismernek, mutogatnak rád, vagy köszönnek neked? Én úgy érzem, hogy nem legalábbis én mindig azt mondom magamról, hogy nem felejtem el, hogy honnan jöttem, tehát, hogy mostanában keveset vagyok otthon, Martomásáron, de de, de hát azért mindenkit ismerek, mondjuk a mai fiatalokat kivéve, mert, mert azért ez egy, már egy más korosztály, de azért én sokat jártam vissza az iskolámba is, mert a keresztlányom például két éve ballagott el, és ő is ugyanabba az iskolába járt, úgyhogy, úgyhogy azért én sokat jártam vissza, és mindig megkerestem a tanárokat, akik még ott tanítanak, és és mai napig aktívak, úgyhogy ilyenkor nosztalgiázunk, és beszélgetünk nagyokat. Úgyhogy igazából szeretek otthon lenni, mert, mert mindig egy kedves emlék előjön, Ám bár most már annyira átépítették akár ott, a, ahol, ahol laktunk, azt a részt, akár ott a központot, hogy hogy már így halványulnak az emlékek, de a fix dolgok megmaradtak, mint például a, 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 a óvoda, ahova én jártam, most már ugyebár, ha jól tudom, könyvtárként üzemel, meg hát a park, ami a Beethoven Park, ami azért, azért gyönyörű, és rengetegen járnak oda kirándulni, és annak idején, meg hát most is, ugyebár nyáron Beethoven koncertek vannak, és mi gyerekkoromban minden koncerten ott voltunk, és ott sétáltunk a parkba, és ez, erről azért rengeteg fotó is van, tehát meg is örökítették, úgyhogy nagyon, nagyon szeretek hazamenni, meg hát azért legyünk őszinték, egy picit más a levegő is, tehát abban a pillanatban, hogy hazamegyek, Ö, valószínű, hogy eldőlök egy ágyon, és lehet, hogy szundítok egy negyed órát, mert így megcsap az a jó levegő, pedig hát nincsen messze, hát 30 kilométerre van Budapesttől, de azért mégis más, meg olyan otthon, otthoni környezet, gyerekkori nosztalgia, így van. Aztán a gyerekkor véget ért, és te Budapestre került, és igazából innen indult innen a zenei karriered a Titán után, ha, ha jól gondolom. Igen. Mi volt az első lépés, amit megtettél ennek érdekébe, vagy mi az, ami megtalált téged ennek érdekébe? Az első lépés az az volt, hogy a Titánnak, ugyebár aki volt a a, hát a menedzserel, meg aki összetartotta ezt az egészet, őt úgy hívják, hogy Provoda jó József egyébként, Jóda Sobece neve, és ő is zenész, maga is zenész, és ő volt az, aki most ebben nem vagyok teljesen biztos, de ha, ha jól emlékszem, akkor a Bogdán Csabit hívta föl, aki egyébként szintén Marton Vásári születésű, <kül> vagyis hát ott élt, meg a szülei ott éltek végig, ő hívta fel, őt hívta fel, és akkor ő mondta, hogy hát a Szannénak ugye a nővérének van ének iskolája, de előtte én, a, bocsánat, a Csuka jártam, de mivel, hogy én még pici voltam idézőjelben, hát 13 éves gyerek, 14, a Maci Gyereki című dalnál tovább nem jutottam, és akkor az, azt gondoltam. Egyébként, Ezt nem hallottam tőled egyébként. Lehet, hogy nem is fogod. Hát ez egy gyerek dal, meg talán a Sirályok sírnak című dalt még talán elénekeltem, és akkor úgy gondoltam, hogy hogy tovább lépek, de ott is szerettem lenni egyébként, meg ott is nagyon sokat tanultam, csak én egy picit másra vágytam, és mivel hogy azért én soha nem titkoltam, én, én szandi rajongó voltam gyerekkoromban, ugyebár hát kezdődött a Hungáriával, aztán szépen jöttek, a, jöttek az előadók, akiket szerettem és uh, így a Szandit is, így uh, ugyebár oda kerültem a Pintács az énekiskolájába, ami egy, uh, egy fantasztikus uh, élmény volt, uh, nem csak azért, mert aztán később úgy adódott, hogy a Szandinak is vokálozhattam, és ez nekem, nekem egy vidéki kislánynak, aki hirtelen felkerül Pestre, azért ez egy nagy dolog volt, és akkor jártunk. ja, Arra emlékszem, egész pontosan, hogy két hete jártam a Vikinek az énekiskolájába amikor is csörgött a telefon, hogy az egyik vokálosa visszamondta, és nem jön már többet, és hogy mi lenne, hogyha én lennék a vokálos. ezt mind két hét után 14 évesem egyetlen egy gond, vagy két hét múlva van a koncert, hmm. tudom e vállalni, vagy sem. És akkor másfél órás anyagnak a vokál részét kellett megtanulnom. Ez ez úgy sikerült, hogy mondtam anyukámnak, hogy jó, akkor belőlem sztár lesz. <laughs> és akkor én sajnos most nem tudok iskolába menni, és azt mondta, hogy hát tehát akkor ő is, ő, ők egyébként azért picit másképp fogták ezt föl, azért kicsit, tehát nem voltak annyira pozitívak, mint én, de, de támogattak. Nem gondolták, hogy igen, majd elmúlik a dolog? Így van, így van, de támogattak, és, és végül is két hét múlva meglett a koncert, és onnantól kezdve én voltam a vokálosa egészen addig a pillanatig, amíg ugye bár meg nem... megismerni a szakma, gondolom, ezzel a lépéssel. Hát igen, akkor nagyon sok mindenkivel találkoztam, például nekem nagyon nagy dolog volt, hogy találkoztam az efelemmel, és akkor sorol a szópartival, és azokkal a zenekarokkal, meg együttesekkel, akikkel én, akikre én buliztam a Belencei Arató Diszkóba, mert akkor az még működött és akkor egyszer csak ott voltam, és, ott, és szakmabeliként üdvözöltek, pedig nem voltam, tehát nem voltam ismert, csak hogy, hogy vokáloztam. És ugyebár a Viki Suliba jött el az Évi meg a Klári, akik a Baby Sisters-es lányok, akik azt mondták, hogy, most sem megkértek, hogy énekeljek, énekeltem, és mondták, hogy jó, akkor nekik szimpatikus vagyok, szerintük jó, de az írápontot a pontot majd a Berkes Gábor fogja feltenni, a jön, és akkor majd megmondja. És végül is én úgy kerültem be a, a, az együttesbe, a Baby Sistersbe, hogy egyébként ők meg voltak hárman, csak sajnálatos módon a harmadik lánynak lett egy súlyos autóbalesete, és hát az ő szerencsétlenségére és az én legnagyobb szerencsémre kerültem be a Baby sisters -be. És ö, aztán jött a Berkes Gábor, aki azt mondta, hogy jó, megvan a harmadik, kezdjük a munkálatokat, ez volt 96-ban. Honnan számítjuk a nagy durranást, amikor egy ország megismert? 96-tól, mert ugye bár akkor kerültem be a, a, az együttesbe, és akkor el is kezdtük a munkálatokat. Elkészült az első dalunk. Maga stúdiózás egy fantasztikus élmény volt, nagyon jó csapattal, ugye bár köztudott, hogy, hogy merkes Gábor volt Sőt, a zeneszerző. Volt Há, hogyne, hát, hogy nem gondolom, hogy valakinek be kell mutatni, de az első emelet és a repülők és az emberek zenekar is sorolhatnám, tehát, hogy és hát ezer meg ezer sláger, amit másoknak írt egyébként, hihetetlen, hogy milyen jó dalok, dalok születtek az ő tollából. És hát van Attilát, meg kell itt említenem, aki viszont egy zseniális szövegíró, és ő írt a Baby a, 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 szövegeket, és 96-ban már el is készült egy jó pár dal, köztük a Rád gondolok című, ami, ami az első dalunk lett, aztán ugyebár 97-ben jelent meg az első lemezünk, jó estét nyár, jó estét szerelem címmel. Ebből ugyebár ebből a dalból is készült videóklip is. És azt hiszem, hogy erről a lemezről még egy dal ö, született, az a Szeres de várjunk, lehet, hogy ez már a másodikon volt. Na mindegy, igazából már nagyon régen volt, húsz <laughs> éve. Ö, itt, itt már egy ország megismert és szeretett, és hihetetlenül népszerű voltatok. Nagyon, nagyon. Mindig kérdezik egyébként, hogy összeállunk-e, és mond, mondtam, hogy biztos, hogy nem. Ami egyszer szép volt, azt nem lehet megismételni. Én azt gondolom, hogy hogy 20 év táblatából összerakni újra ugyanazt az együttest. Egyrészt annyira más felé vagyunk mind a hárman, és annyira nem. Mm, az egy korszak volt, akkor kinéztünk valahogy, akkor ö, valamit nyújtottunk, ö, valamit énekeltünk, ö, leginkább szerintem nagyon jó dalokat. Ma már egy-egy dalunk egyébként visszahallgatom, ezt néha megszoktam hallgatni, olyan kicsit bugyutának tűnik, mert azért van nekünk ilyen is a nyúl története, meg meg annak idején laktanyákba akkor, jár. A Pontosan azt akartam mondani, hogy, hogy ma már bugyutának tűnik maga a szöveg, de akkor, akkor mint például a Lázadás a században, rendszerűen turnék, turnékra mentünk laktanyákba, hát akkor még voltak laktanyák, és a Lázadás a században című dal, hát az teljes teljes megőrülés volt a férfiak között. Három nő beszabadult, amúgy, amúgy is. <coughs> Bocsánat. És és uh, fa fantasztikus uh, dalok születtek. Uh, annyira máshol vagyunk már, hogy, hogy uh, nem lenne ugyanaz, és azt gondolom, már bocsánat a kifejezésért, de három, lehet, hogy még mindig olyan nő, aki, aki bizonyos szempontból uh, dekoratív, már a, nem biztos, a külsőd, hogy ugyanaz... A te de nincs, olyan a többiekéről nem tudok <coughs> Köszönöm miratkozni. szépen, egyiknek sincsen, egyébként a kül, egyik sincs a külsejével baj. De azt gondolom, hogy akkor úgy nagyon egybe voltunk, meg nagyon minden... minden... Tehát össze összeállt az egész, és, és egy szerencsés csillagzat alatt születtünk. Én nem gondolnám, hogy ugyanazt a minőséget csak akkor lehetne ezt egyébként, hogyha ez egy élő zenekarra, hogyha valami újat tudnánk mutatni, de de nem látok rá nagy esélyt, és szerintem ez így van jól, mert az emberek, amikor ránk gondolnak, akkor egy mindig egy ilyen misztikus, előntöli. igen, hogy de jó volt, és de jó lenne, ha megint nem biztos, hogy jó lenne, szerintem ez így jó. Hogy élted meg akkor szinte még gyerekfejjel a társágot, hiszen akkor te egy pillanatot nagyon-nagyon népszerű lettél, gondolom, leszolidgattak az utcán, akkor még szelfizés nem volt, vagy még nem telefon se volt, okos telefon se volt. Így van, ez egy érdekes történet volt, mert amikor én bekerültem a Baby sisters -be, akkor voltam utolsó éves a szakközépiskolában, és soha nem felejtem el, hogy mennyi segítséget kaptam például a családtól, mert ám bár még jogosítványom nem lehetett, de például a testvérem összegyűjtögetett nekem egy mobiltelefonra, mert ugyebár azért elég sűrűn el kellett minket érni, mert ott akkor nem az volt, hogy volt egy, nem tudom, egy héten-egy darab riport, vagy mit tudom én, havonta két darab riport, akkor volt -e a média. hanem állandóan mentünk és jött a telefon, hogy holnap ekkor, meg ekkor ide meg ide kell menni és a testvérem a saját pénzéből összegyűjtögetett nekem egy mobiltelefonra, ami azért annak idején nagyon a nagy szó, szó volt, dolog. és nagyon-nagyon drága. Tehát, hogy azért ezt tegyük hozzá, hogy húsz hogy évvel ezelőtt, én nem is tudom, ezek a, nem akarok reklámot mondani, de volt ez a kék telefon, sárga billentyűkkel, az a jó kis vastag de ami 30 ezer forint volt, és horribilis, horribilis perzdiak hát lehet, hogy még keveset is mondta egyébként. Lehet, hogy keveset mondtam, és horribilis percdiakkal, és ez 20 éve volt, de elengedhetetlen volt, és, és a másik nagy dolog, hogy még nem volt otthon CD-lejátszónk, és én mondtam apukámnak, hogy meg fog jelenni az első lemezünk, tehát ennyit a hírességről. Ez a 96 hogy én... egyébként pont a határév volt, ugye ott a Bakelitből akkor mentünk át a cd Így nagyjából, igen, igen, Akkor még Bakeliten is kihozták azért a, a komolyabb Bo dolgokat. Igen. Te még megjelentél Bakeliten? Vagy nem, még nem, nem, ti már nem, viszont, ö, viszont kazettán, kazettán, igen. Még, igen. még, sokáig kazettán, még, még szóló lemezem is van kazettán. A, egészen a harmadik lemezem, még a szivárványig, hm. még kazettám is jelent meg. Többször említetted a testvéredet. Ő szintén lányzó, ugye? Igen, hát igen, nővérem. Ő soha nem kacsingatott így a zenei pálya irányába? Mert hát gondolom, ha benned volt némi tehetség, akkor bele is talán szorult, vagy vagy, vagy ő egy teljesen más típusú ember? testvérem teljesen más típusú ember, viszont ő is nagyon szeretének el, és nagyon jó hangja van. Tehát... És miért um, nem ismerjük őt? Mert így viszont, hát neki, neki másfele... Um, ez egy érdekes dolog. Én nem, nem, neki annyira azért nem voltak ilyen. Tehát, hogy én gyerekkoromban eldöntöttem ott a... a mert hogy egy picit valószínűleg exhibicionista is vagy színpadra vágytál, és gyerekkoromban volt a, igen, igen. Tehát én álltam az ágyon, és én azt játszottam, hogy én vagyok a Dolly a fenyő mellett a Hungáriába, és nyomom, és csinálom, és aputól elcsortam a mikrofonját, mert apukám is zenész egyébként, elcsortam a mikrofonját, de azt a mikrofont, amit már természetesen nem használt, csak ki, ki, kiloptam a és cuccai közül, és akkor én azt játszottam, hogy ö, híres énekesnő vagyok, és és letettem az ágyra a macikat, és meg a babákat, meg minden, és akkor nekik énekeltem. Tehát, hogy ez nekem annyira egy ilyen, tehát, én tudtam, hogy nekem ez nem lehet másként az életemben, mint hogy én énekesnő legyek, ö, és komolyan is gondoltam. A testvérem, ő meg, ő, meg ö, ő is nagyon szeretett énekelni, és nagyon is jó hangja van, sőt, Ö, amikor így, így, nem tudom, így volt otthon ilyen karácsonyi kis buli, vagy valami, és ö, nem tudom, volt vagy, hogy karaoke-t szerveztünk otthon, apu összerakta a kis cuccát, és akkor volt hangfa mikrofon, minden, ö, és akkor énekeltünk ketten, és két szólamba, és olyan jól szólt, meg olyan jó csak ö, ő nem. Soha nem jutott eszedbe, hogy fölcsad a színpadra mm. magad mellé egy picit? Nem, nem tudom. A Baby sisters ugyebár nem, ott, 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 azért meg volt egy hát, csapot, igaz, nem, az egy lehetett. volt persze. És, uh, De hát nem utána tudom. ugye szóló karrier következett. Nem, így van. nem, nem tudom, valahogy Aj, ez így nem. Ő mindig lent, volna. igen, ő mindig lent, lent figyelgetett és, és nézte, hogy hogy. No, szóló karriert meg egy picit kibontjuk. Szószátyár! Műsorvezető Szűcs Balázs! ismét itt a stúdióban, velünk van Bébi Gabi, aki sokat mesélt Marton Vásár, a gyermekéveiről, valamint az első sikeres együttesben történő elindulásáról. Az előző részünket ott fejeztük be, hogy karrier, hiszen az együttes hány sikeres év után osztott fel? Ö, hát 96-ban indultunk, 2000 december 31-én, tehát 4, 5 év mondhatni. És az ezredfordulóval együtt elindult a szólokkarrierd is. Így van, így van, a, még volt Baby babysziszte. Tehát ez úgy történt, hogy nem összevesztünk semmi, hanem egyszerűen tudtuk, hogy 2000. december 31-én lejár a lemezkiadóval a szerződés, és leültünk beszélni, hogy, hogy mit szeretnénk, hogy szeretnénk. Egyébként négy nagy lemezünk jelent meg, egész pontosan a Lesz, ami lesz volt az utolsó, ami szerintem egy fantasztikus lemez lett, azt a Gömöri Zsolt írta azt a lemezünket. Én nagyon szerettem azt a lemezt is, és ö, úgy döntöttünk, hogy ö, most még ö, ott vagyunk a csúcson. És a és, kell És nem várjuk meg azt, hogy esetleg bármi történjen. Így úgy döntöttünk, hogy így mindenkinek lesz esélye tovább menni a, a, akár ezen a pályán, akár egy másik pályán, mert attól függetlenül, hogy hogy a csúcson abba hagyod, és sikeresként kilépsz egy, 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 lányzenekarból, attól függetlenül, ha nem azon a pályán maradsz, tudsz sikeres lenni, mert hogy megalapoztad azt, hogy, hogy bíznak benned, hogy, hogy ismernek, stb. És akkor végül is így lett vége a lányzenekarnak, de még volt a Baby Sisters, amikor nekem már elkészült ugyebár az első három dalom, és hozzáteszem, hogy nem volt egyszerű. Tehát újra fel kellett építeni nem csak magamat, hanem az egész, az egész, mindent, mert az egyik legnehezebb volt akkor, hogy rengeteg, hát nem rengeteg, de azért elég sok kiadó volt, és, és kétszer meggondolták, hogy ki az, akit kiadnak, és elkezdtük körbejárni a kiadókat, és volt olyan, aki azt mondta, hogy jó, de ne legyen fekete a hajam, hanem legyen ilyen tűzvörös, és mert hogy, hogy váltsak, akkor a másik azt mondta, hogy jó, de de akkor mi lenne, ha átmennék ilyen nagyon dögös rockerbe, és akkor, a, a, tehát, hogy a, igen, a határozottság, amiről már beszéltünk, azt hiszem, hogy, hogy igen, határozott voltam, és azt hiszem, nem. Tehát akkor nem kell. Tehát, hogyha én nekem meg kell változnom, és nem lehetek önmagam, akkor az nem lesz egy hiteles produkció, ezért én azt nem fogom csinálni. És hála istennek, aki mellettem volt, akkor a, például a Hajnal Gábor, aki a Baby Sistersnek is volt a menedzsere, az utolsó időkben is intézte a médiát, ő utána jött velem, és, és csinálta a dolgaimat. Ő ebben támogatott, és ezért ez nagy szerencse volt. És akkor volt egy kiadó, aki aki elmentem, és elvittem egyedül, énekeltem még akkor föl az őrült szerelem című dalt, ha. és azt mondta, hogy ne szórakozzak már. Ez minden csak nem sláger is elhajtottak. Nos, azóta persze biztos, hogy bánja, hogy annak idején. Hát Úgyhogy gyakorlatilag a dal a mai napig. Szabad. Igen, hozzáteszem, hogy egyedül volt felénekelve, de azt mondta, hogy ez nem sláger. Na most azt gondolom, hogy egy slágerhez ez meg mennyire egy külön téma, hogy mi tartozik hozzá. Az ott egy nagyon jó párosítás volt abban az időben, akkor a Kozmix, aki dübörgött, meg én, aki, aki nem dübörögtem. Tehát ez egy jó, jó párosítás volt egy nagyon jó dallal, és szerették az emberek és végül egy magán kiskiadónál kötöttem ki, a, a Nautilusnál, akiknek szerintem én meg még egy másik, egy-két, nem, nem is tudom, kik ki, ki volt, de tudom. Na mindegy, ö, vagy nem, mindegy, lényegtelen. Az az igazság, hogy ö, ők adták ki végül is az első lemezemet. Ö, Ami nagy siker lett. Van-e helyem címben, igen, ezen volt, ez, ezen a lemezem volt a, a Van-e helyem, a Gyere haza és a, az Őrült szerelem című dal. Azt hajtott a kettes ez. Így van. szintén nagy siker lett, igen. hiszen azért itt utána olvastunk és hát bőven tízezer fölötti eladásokat produkáltam, vagy még talán többet is. Igen, igen, igen. A, az úgy még nekem volt a második lemez, azon volt a Fáj minden szó és a darabokra szakítod a szívemet című dal, és milyen érdekes, hogy ez olyan furcsa, hogy mindig sok lemezt adtam el, de mindig csak egy ilyen pár száz hiány csúsztam le az aranylemezről. Hát akkor. Akkor, igen. Ma már akkor, amikor két az aranylemez. Ma már igen, ma már ö, szinte, de ma már nem is foglalkozom ezzel, hogy most aranylemez. Az a lényeg, hogy szeret a közönség, és ö, és ennél, ennél nagyobb visszajelzés nincsen, mint hogy most. Meg hát a mai világban a letöltések, meg a mit tudom én, tehát a bármikor bekapcsolja a telefonján, és akkor meg tudja hallgatni. Hát alapvetően én azért, amennyire látom a karrieredet, hogy mm. itt 20 évről beszélünk, mert hát ez Igen. 20 év. Azért a te népszerűséged kisebb-nagyobb hullámoktól, vagy völgyektől eltekintve megmaradt. Tehát te soha nem tűntél nagyon el, te mindig, mindig, úgy ott voltál, még, még, most is, amikor, amikor azért egy más szerepkörbe, tehát egy család, vagy szerepkörbe keveredtél már ö, fél éve, illetve hát már egy picit régebben, vagy fél évesek a gyermekét, de úgy, úgy megmaradt ez a, ez a fajta. Tehát letöltenek, meg, meg, meg ott vagy jelen, vagy interneten, meg ír az újság, meg, meg úgy előfordulsz. Ez minek köszönhető? Szerintem a több mint 5000 fellépésnek, tehát azt gondolod, hogy ugye azért te jártad, járod az országot folyamatosan, és ezáltal azért folyamatosan reflektorfénybe tart? Igen, meg én azt gondolom, hogy ha van egy előadó, aki, akiről nagyon rossz a visszajelzés, tehát mondok valamit, van egy 40 perces műsora, 35 perc után lerohan a színpadról, de nem megy vissza, mert ő rohan tovább. Öhm... Amikor, amikor fölmegy a színpadra, és legyen, mert, tehát látszik rajta, hogy, hogy ez egy meló, nem, is tudjuk Igen, ez a sikakasz a léc, tehát hogy azért vannak ilyenek, ezt tudjuk, meg, meg vannak olyanok is, akik egyszerűen nem tanulták meg azt a, a, színpadi alázatot, hogy amikor fölmész, neked, neked szórakoztatnod kell az embereket, és, és ha úgy adódik, akkor, akkor kapcsolatba is, tehát hogy, hogy közelebbi kapcsolatba is kell velük lépni, most ezt ne értse senki félre, de hogyha például... Te a nem, a színpadra, hogy te erről beszélünk, nem? Így van, tehát hogyha ha mondjuk annyira nem mozdul meg pont a tömeg, mert, egy bába vagyok vacsora után, akkor én én nem elvárom, hogy oda jöjjenek, hanem én inkább oda megyek hozzájuk. Tehát, hogy vannak ilyenek is, amire sokan azt mondják, hogy ez am amatőr, én meg azt gondolom, hogy ez meg ö, nem teljesen. Aztán van egy másik része a dolognak, ami például a Hungária Tribüd zenekar, amiről majd biztos, hogy fogsz kérdezni. Ö, ott például ezt nem csinálom meg, mert az egy egység. Tehát ott, ott hülyén, meg rosszul vennék ki magát, de én, ha egyedül vagyok, akkor szeretek velük kommunikálni, szeretek közel kerülni hozzájuk. Jó, ja, én láttam velük... sok fellépésen, és tudom, hogy te gyakorlatilag tényleg szóba állsz, bármelyik rajongóval, aki oda megy. Tehát aztán persze vannak azok a fajta előadók is, aki, amit te mondtad, hogy lejön a színpadra, beugrik a kocsiába, már ott sincs. Igen, meg nincs, tehát effektív nincs velem, tehát hogy akár egy, egy, egy újságot nézünk, vagy akár most, ami volt két évvel ezelőtt a, a Starban Sztár, hogy egyszerűen én oda mentem, én egyszer nem késtem el, azt mondták, hogy menjek ide, persze volt olyan, amire azt mondtam, hogy jó, ez ez valamiért nem, de hogy, hogy, hogy te nem, nem, kellett, velem, óriai, nem, nem kellett, kellett velem küzdeni soha ha. semmiért. Ö, ez a feladat meg kell csinálni pont, Ö, és, és azt gondolom, hogy hogy mindig felkészülten mentem oda, tehát, hogy tényleg nem gondolnám, hogy, hogy volt velem bármi gond. Tehát, hogy valószínű, tehát visszatérve a kérdésedre, tehát valószínű, hogy ezért igen, voltak hullámvölgyeim. Te nem voltak nagyok, tehát sose tűnt. Nem, el. De, de, ez annak köszönhető, mert aztán ugye bár amikor bejöttek ezek a tehetségkutatók, akkor azért mindenkinek volt egy pici mélyrepülése. Kínálat volt a pályán. Tessék? Akkor túl volt a pálya. Így van, ételem. pontosan, és én mondtam, hogy én nem akarok beállni a sorba, tehát akkor nekem legyen kevesebb fellépésem, de, de, de a, meg, meg, megmondom őszintén, hogy elfáradtam. Tehát azért több, mint 5000 fellépés, én, én 18, évig, 18 évig 18 évig, igen, nagy szám, 18 évig nem álltam meg, és azt mondtam, hogy lehet, hogy kicsit kevesebb fellépésem lesz, de amire felkérnek, arra elmegyek, és, és ez nekem elég is. Igazából neked a zenében mindig is a rock and roll volt a szerelmet, ha jól tudom. Igen. Amihez igazából csak az utolsó néhány évben értél oda, hiszen most egy együttes tagjaként, a Hungária Tribute együttes tagjaként énekelsz és, és lépsz színpadra. Igen, most már hála Istennek, ez most már jó pár éve, hogy létezik ez a zenekar, Ö, számomra az volt az egy első, ugye bár a, a, már elmondtam a riportban, aki hallotta az elején, de aki nem hallotta, csak azért kicsi visszatekintés, hogy értsön hogy miről van szó egy gyerekkoromban, én mindig azt játszottam, hogy én vagyok a Dolly a fenyő mellett is. És hogy éneklem a hungária dalokat. És aztán és ez... egyébként többször álltam már a És Többször igen, de hogy én mindig azt mondom, hogy én annyiszor elképzeltem ezt, és ilyenkor van az, hogy az ember, amit szeretne, és őszintén, és, és elképzeli, és akarja, és szeretné, és, és, és nyitott erre az egészre, az szerintem azok az álmok valóra válnak. És ott fertőzöttem meg először egyébként, nem, nem akkor fertőzöttem meg, csak akkor volt az első olyan, ami, ami nagy mérföldkő volt az életemben, amikor a Fenyő Miki először meghívott a, a koncertjére, mint vendég. Most nem akarok hülyeséget mondani, 2002 vagy 2003-ban volt. Ö, és soha nem felejtem, hogy annyira készültem, és annyira szerettem volna ö, ott megmutatni, hogy én ezt, én ezt nagyon, nagyon tudom én ezt a, ezt a stílust, hogy mire a koncert napja eljött, akkor nekem ennyi hangom volt, és. Jaj. Na, borzalmas volt, borzalmas, mert mint, hogy nekem ezt lelkileg, hogy, hogy, hogy nagyon meg akartam mutatni, és. És nagyon nagyon nem, nem úgy jött össze, de ettől függetlenül arra a pár percre összeszedtem magam, és mégiscsak megcsináltam. Ennyi nem lehet, mert utána visszahívott még egy pár igen, 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 valószínű, de hogy annyira rá stresszeltem erre. Na, és akkor utána, igen, azóta is többször voltam már nála vendég, és az nekem mindig egy fantasztikus dolog. Most a 70. születésnapján is ott voltam a kongresszusi központban, és az volt a jó, hogy ez egy, ez egy új kihívás volt nekem mert, mert nem Hungári dalt énekeltem, hanem, hanem olyan dalt, ami az ő kedvence, két olyan dalt, amit ő választott, és ezek, ezek nagyon, na, nagyon jó kis dalok voltak, nagyon szerettem őket énekelni, és nagyon jó volt elénekelni ezeket a dalokat, ami egy kicsit más, más volt. Na igen, és akkor itt volt az, hogy én, amikor felléptem ezen az első kongresszusi központbeli fellépésen a 2002-ben a Mikinél, akkor, akkor mondtam ki azt végérvényesen, hogy én ezt szeretném csinálni, és akkor voltak gyenge próbálkozások, de az igazi átütő dolog, ami aztán valóra váltotta az álmomat a Miki fellépései mellett, az a Hungária Tribute zenekar volt, akik fantasztikus zenészekből állnak, és és fantasztikus koncertjeink vannak, és hihetetlen jó. És te nagyon érzed ezt a stílust egyébként Én nagyon a... szeretem, igen, hát te is láttad igen, már, látod, igen. hogy mondjuk teljesen más vagyok ebben a szerepkörben, mint egy Baby Gabi. A Baby Gabi az egy másik történet, itt meg én annyira más vagyok, hogy hogy ö, teljesen kivetkőzöm magam. Igazából nem csak mi, hanem a közönség is egy időutazáson vesz részt, ami, ami legyünk őszinték, ö, ö, ma már elég nehéz elérni ezt egy zenekarnak, hogy, hogy, hogy vissza. Te ez a lendület az, az, az elsodorja az embert egy idő után, én így azt van, látom, tehát belesondrodik bele, bele a közönségetek. Igen. Szóval visszatérve, te az a lány vagy, akinek azért az álmai teljesülnek? Igen. És hát voltak neked mással majd is a gyermekvállalás ami Igen. szint úgy teljesült, nem is olyan régen. És egyből duplán hiszen iker, <laughs> ikerfiaid vannak. Igen. Az az igazság, hogy hogy én mindig vártam ebben a szakmában egy olyan elismerésre, amire azt tudom mondani, hogy igazából mindent megtettem ebben a, nem csak a szakmában, hanem hanem azért, hogy én, én megkapjam azt az elismerést, ami szerintem én úgy gondoltam, hogy nekem jár, de most nem nagy képűség, nem, nem nagy képűségből mondom, meg nem remélem, hogy nem úgy hangzik a kedves hallgatóknak. Én most itt arra gondolok, hogy megjelent a Baby sisters Cell lemez, több mint 5000 fellépésen túl vagyok, az őrült szerelem volt a 2003-as év legtöbbet játszott dala, ennek ellenére soha egyetlen egy díjat nem, nem kaptunk se alalával, se én egyedül semmi hét szóló lemezem jelent meg, és, és vártam egy, 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 olyan nagyobb dologra, ami, ami lezárja, de úgy lezárja, hogy, hogy megkapom azt, amit, Aminek, a, amire a lelkemnek szükségem uh -huh. van, és ez volt ugye bár a Starban Star című műsor, ahol a, nem vagyok én hihetett, sikerült, a pácával, -e. sikerült igen elérni azt, hogy amikor fölmentem az internetre, mindenhol azt olvastam, hogy jé, nem is tudtam, hogy ő tud énekelni, tehát ez számomra egyébként megdöbbentő volt, mert én, én nem a legjobb énekes nő közé soroltam magam, de én azt gondolom, hogy, hogy egy, jó, tehát én egy jó előadónak tartottam magam de nem gondoltam, hogy én most ott fönt vagyok valahol, fönt helyezkedek el a, a piramis csúcsán, és itt volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy na erre vártam. És hm. akkor mondtam, hogy akkor most már bármi jöhet, és szerintem ezt ő így, a két kicsi lurkó tudta fönt, hogy ezt még meg kell várnia, mert ahogy ugyebár vége lett a műsornak, hát rá két hónapra. Jöttek is a kis csirik, <laughs> csirik ö, 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 ez kis manőrázatot igényel, ö, úgy hívjuk a két gyereket, hogy csirifiszkió. <laughs> oh. <laughs> Igen, ez a Fülöpatya, legyetek jók, ha tudtok, című filmből, Én nem, nem tudom honnan jött ez nekünk, csirifiszkió, két csiri. Ö, Botond és Bence egyébként, ö, akik ö, szeptember 20-án születtek és ö, hihetetlen, hogy ö, amikor megtudtuk, hogy kettel jönnek írtelen, akkor én egy picit ö, kétségbe estem. Aztán utána azért estem kétségbe, hogy ja, remélem, hogy, hogy mind a kettő rendben lesz, és mire megyek megint az orvosi vizsgálatra, ugyanúgy ott lesz a két gyerkőt. Ö, nehéz volt, megmondom őszintén, ö, nem volt egyszerű a terhesség, mert azért két babával a pocakban nehéz volt a végén, és amit én terveztem annak idején, hogy nem baj, mert én hét hónapos terhesen is, el, várandosan is el tudok menni fellépni. És mégse. És az orvos letiltott, ugyebár, tehát abszolút pihenésre, meg fekvésre volt, amit élve pláne már a végén, az utolsó két hétben pedig kórházban is voltam már, hogy tudjanak figyelni. Ez egy ilyen protokoll, hát... Mondjuk mi találkoztunk akkor, és megdöbbentően nagy volt a hasad. Tehát én, én csak néztem, hogy úristen, úristen, Igen. mekkora gyerekek. Igen, és nagy gyerekek lettek, és uh, szerintem még mara 37 hétre születtek, 37-4, és szerintem még maradtak is volna, de mondták a doktor bácsik és a doktor hogy uh, anyuka eléggé kezd csúszni, mert hogy uh, így is az egyik baba, a botika ő született először 2900 grammal, a Bence meg 3100-zal hmm. követte őt 11 perccel később. Úgyhogy uh, szép nagy babák lettek, és azóta igazából ez a főállásom az anyaság, de amint, amint úgy éreztem, hogy nyugodt szívvel, és ez mindig is így volt, tehát én tudtam, hogy nyugodt szívvel rá tudom bízni az apukájukra őket, vagy a nagymamára, vagy a testvéremre. Mondjuk ebben talán így... szerencsés az, hogy a férjed egy civil. Foglalkozást Igen, tűz, civilis, tehát Ő, ő azért is. nincs uh, így a színpadhoz Igen, kötve, vagy rendezvényhez, vagy bármi máshoz. És nagyon-nagyon-nagyon jó apa, és abszolút el van a két gyereke. Tehát Pelenkáz, etet, fürdet egyedül most is. Mert egyébként most se beszélgethetnénk itt. Így van. Lenne. Így van. Ümm, és még mielőtt valaki azt hinné, hogy én otthon hagyom állandóan a gyerekeim, nem. Én ilyenkor csinálok ilyen bizonyos médiaköröket, amit nem tudom, milyen három hónap. Három havonta megcsinálok. Ilyenkor egy hét az, amikor egy-két-három napot szentelek arra a, az életünkből, hogy akkor így ezt én le tudom. Megcsináljuk az interjúkat, elmegyek tévéfelvételre, általában ilyenkor vesz megelőzi egy fotózás, és és hát a, a fellépések meg ugye bár azért a legtöbb fellépés nyáron kezdődik. Egy-egy van elvétve. Hát és akkor benne vagyunk a szezonban. Majd. Így van, így van, és hála Istennek szépen telik a naptár. De amiről már beszéltem a mai nap folyamán, hogy nekem nem baj, hogyha egy hétvégén egy vagy két fellépésem van, és nem négy, meg öt, meg hat, és ez így hülyén hangzik, de nekem ez így bőven elég, mert mert pláne most a gyerekek miatt azért nem szeretnék annyit távol lenni tőlük, másrésztről meg, meg, meg nagyon szeretem, amit csinálok, és, és pont azért, azért tudom szívvel lélekkel csinálni a mai napig, mert nem az van, hogy, hogy rohanok egyik erről a másikra, és megyek, és megyek, és megyek, és már végén, ah, már még egy, még egy, tehát hanem... Pedig azért én azt gondolom, hogy van feladatot, hiszen azért két gyerek, én nem tudom, én már nagyon rég voltam kisgyerekes szülő, de, <laughs> De az azért én egy gyerekre emlékszem, hogy az sem volt kispálya, tehát kettő az... Mondjuk lehet, hogy ennek köszönheted, hogy ennyire gyorsan visszanyerted a régi alakodat, nem? Ö, tehát azért ez nem. egy jó, fogy jó fogyókúra, így a két gyerekkel egyszerre. Igen, jó fogyókúra is, meg azért tegyük hozzá, hogy a ilyen terhességi diabéteszem volt, ami, ami miatt nekem végig diétáznom kellett, tehát oda kellett figyelni az étrendemre, így a két gyerkőccel összesen 12 kilót hisztam. De hát csak hát látványban voltál olyan? Látvány, a hasam volt olyan, óriási. Rettenetes, volt. Én. Igen, óriási hasam volt, pocakom volt, tehát a végén már csak úgy tudtam aludni, hogy például az utolsó két hétben, ugye már elmondtam, hogy kórházban voltam, volt ilyen kapaszkodó, és az felhúztam magam, és úgy átraktam a pocakomat az egyik oldalról a másikra. Na mindegy, igazából nagyon jó gyerekek, és nagyon sokat tanítjuk őket. Tehát pontosan megvannak a napi rendek, megvan a rutin, hogy, hogy, hogy mikor mit csinálunk meg vagy mikor kelnek, mikor reggeliznek, mikor esznek gyümölcsöt, mikor vannak a hintába, mikor kerülnek ki a játszószőnyegre, mikor játszanak apával, mikor játszunk együtt, mikor játszanak anyával, mikor megyünk sétálni. És van ugye bár az ebéd utáni alvás, fél hétkor meg ők jelzik, hogy most már álmosak, és ők mennének fürdeni, fürdés, és ők hétkor alszanak, héttől ötig, reggel ötig, tehát... Két át, ilyen fél éves gyerek egymással már tud kommunikálni, vagy barátkozik, vagy, vagy, most nem tudom, meg fogja Egymást, hogy mit igen, ők. most már igen, kb. egy hónapja, másfél hónapja kezdték el így felfedezni egymást, de még ugyebár ők picik, tehát ők még nem játszanak egymással, csak már fogja, már keresi a kezét, már, már, már megfogja, simizi a másik fejét. Amikor az egyik sír, akkor a másik mindig nézi, hogy mi a baj, tehát hogy ilyen halálosan cukik, tehát hogy ezt, ezt nem lehet elmondani, hogy, hogy hirtelen, tehát egy, egy gyermek is mekkora boldogság és mekkora öröm a szülőknek, amikor amikor látják az első mosolyt, az első óriási nagy kacajt, a, a, az első megfordulást, és képzeld el ez duplán, hogy, hogy mi boldogság és öröm van a mi életünkben. Ez azért, meg hát szerencsénk is van, mert, mert tényleg két jó gyerek, tehát jó gyerekek, de azért is valószínű, hogy ilyen nyugodtak és nem sírósak, mert mi is nyugodtak vagyunk és kiegyensúlyozottak. Ez fontos. És ha ilyenek a szülő, szülők, akkor nagy valószínűséggel a gyerek is átveszi. Tudod miért sajnálom, hogy most a rádióban vagyunk és nem a tévébe? Mert hogy most a gyerekeidről beszéltél, egy olyan szeretet látszott az arcodon, amit én nyilván látok, sajnos a hallgatók nem, és hogy ez gondolom azért egy ilyen öntudatlan ez ja, hát az persze. kifejezés, ami, ami, ami megjelenik, amikor én a gyerekeidre. Biztos, hát uh, alig várom, hogy hát, uh, most mire hazaérek, addigra ők már uh, alszanak. Uh, de hát. Um, Jó anyának mindig azon, lenni, nem? Igen, és mindig azon. Tehát ez olyan érdekes, hogy, hogy minden, minden nap ki kell nekik találni valamit, mert az, ami az egyik nap őket megnevetteti, a másik nap már nem. Tehát mindig újat kell nekik kitalálni és a legjobb, hogy alszanak. Tehát éjszaka, tehát mielőtt mi is lefekszünk aludni, többször bemegyünk hozzájuk, mert azt látni kellene azokat a pózokat, de ezeket annyiszor lefotóztuk már, és mindig van egy új kép, tehát hogy kim van a lába a rácson, tehát hogy, hogy szétszették, mert le kellett venni a rácsvédőt oldalról, mert teljesen szétszették fél évesen, olyan pózokba tudnak aludni, hogy, hogy múltkor nálunk voltak a barátaink, és mondtuk, hogy gyertek, benézzétek meg, hogy alszanak. És olyan pózban aludt a Bence, hogy így oda tettük a, a, a kezünket az a, a szánkhoz, és elkezdtünk röhögni, majd a Boti, ezt gondoljuk, gondoltuk, hogy félálomba halván elkezdett álmában kacagni. Tehát, hogy e, 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 ezt, ezt, így nem lehet elmondani, de, de ez egy olyan boldogság, és an, annyi szeretet van, jaj, hihetetlen. Maradjon is így, Gabi. Boldog anyasságot neked a következő évekre. Köszönöm. További sikeres karriert, köszönöm. és hát ezt a válogatás albumot minél hamarabb ad ki. Mindenképpen úgy lesz a 20 éves jubileumra, ki fogom adni a válogatást. Nem és köszönöm szépen, nem? szépen, hogy itt voltál velünk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.